Köszöntöm a Kultúrcseppek nézőit, most egy igazi nyári adással készültünk Önöknek, amelyben a zene mellett a szerb néphagyományok is megelevenednek majd. Szent Iván napját minden évben megünneplik a budakalászi szerbek is. Ekkor készítik el az Iván napi koszorút, ami nem napraforgóból, hanem a különleges Iván napi virágokból készül. Koszorúfonásra és egy kis mulatságra invitálta a budakalásziakat a Rozvaring szerb táncegyüttes Iván nap alkalmából. A szerb kultúra egyik kiemelkedő ünnepe az Ivándán, amely a nyári napfordulóra esik. Ilyenkor a közösségben élő asszonyok összegyűlnek és koszorút fonnak az úgynevezett Ivánnapi virágból, amely a védelem szimbóluma a szerb kultúrában. Az elkészült díszek a házakat és a családokat is megóvják a villámcsapástól, a rossz szellemektől és minden rájuk leselkedő veszélytől. A rendezvény a budakalászi szerb nemzetiségi önkormányzat jóvoltából valósult meg. A magyarországi szerbek körében sok évtized, akár azt lehet mondani, hogy százados hagyománya van, mert ugye ez egyfajta jelkép szimbólum volt régen, és ma is ugyanígy, akik tartják, ugye föltesszük a házakra, illetve a kapukra. Egy az, hogy régen erről tudták, hogy akkor hol laknak szerbek, illetve egy ilyen védőfunkciója ugye a rontás, meg a rossz dolgok ellen, tehát az egész ezzel kapcsolatos. Úgyhogy régi hagyományokhoz fűződik az egész esemény. A törökök elől, amikor menekültek a szerbek, akkor fontos volt, hogy a házakat tényleg valahogy jelöljék, és ez egyfajta jel volt azon túl, hogy ugye Iván nap, ugye a régi naptár szerint az most van, ekkor virágzott ez a virág, most pont arról beszélgettünk, hogy ugye annyira itt a felmelegedés miatt ugye annyira elvirágzik már ilyenkor, hogy nagyon száraz és tör. Ezért sokkal nehezebb már fonni, mint ahogy gyerekkoromban például, amikor kimentünk, arról nem beszélve, hogy alig lehet már találni a mezőkön, mert ugye minden mezőt kaszálnak, illetve művelnek, és hát emiatt mire körbejárjuk itt a környéket, hogy összegyűjjön annyi virág, amennyi kell, az azért idő. Az, hogy így közösen itt vagyunk, az a Rozmarin Tánc Együttesnek köszönhető, mert ők találták ki ezt a közös ivánnapi fonást, úgyhogy ez abszolút nekik köszönhető, és tényleg minden tiszteletem, hogy ezt a Zenikő felvállalta, és összehozta, és kitalálta. 6 éve van ez már, tehát ez sem mai dolog, úgyhogy szerintem ez is nagyon tiszteletre méltó, hogy ennyi időn keresztül, és tényleg ilyen szép létszámban összejönnek a környékbeli szerb családok, illetve vegyes családok, és eljönnek, és ugye tanítgatjuk egymást, illetve aki nem tudja még, hogy hogyan kell, akkor az itt próbálja megtanulni, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó kis összekovácsoló dolog, úgyhogy azon túl, hogy hagyomány. Mik a tapasztalatok itt a budakalászi szerb közösségben, mekkora népszerűsége van a hagyományőrző programoknak? Hát hál' Istennek működik. Úgyhogy ez szerintem ettől is maradt fent ez az egész. Tehát Budakalász, én úgy gondolom, illetve hát ez a környék nem csak Budakalász, hanem tényleg ez a Dunaparti felső rész, Szentendre és környéke itt azért a mai napig nagyon-nagyon jó barátságban élnek a nemzetiségek, tényleg svábok, szerbek, ugye magyarok, és hát ez megy. Tehát ettől él tovább, hogy ezt tudtuk művelni, őrizgetni. Úgy gondolom, hogy mindenki a saját tudásának megfelelően, illetve ahogy át tudja adni, úgy próbálkozik ezzel, hát igyekszünk. Tehát ez szerintem mindenki maga kell, hogy eldöntse, hogy neki mi mennyire fontos, és akkor úgy adja át a családján belül. Az önkormányzat elsődleges céljának tekinti a népi hagyományok megőrzését és a szerb kultúra művelését. Ez alól az Ivándán sem kivétel. Hányadik alkalommal vagy itt a koszorúfonáson? Fú, hát nem tudom pontosan megszámolni, mert már nagyon kiskorom óta itt szoktam lenni minden egyes ilyen fonáson, de koszot most csak először készítek egyedül. Ha jól tudom, akkor te táncolsz. Igen. Együttesben erről tudnám mesélni, mióta táncolsz. Hát a gyerek csoport ugye nemrég alapult össze, egy olyan, nem tudom, egy olyan 3 éve kb. És
nagyon szeretek ott ugye táncolni, sok barát van ott. Nagyon sok ilyen programon részt szoktunk venni, például itt a faluházban is nagyon sok program szokott lenni, és ott szoktunk a legtöbbet. Utoljára például itt a Pirisi kóstolón léptünk fel. Úgy érzem, hogy majd én is, amikor ugye nekem is ez családom, akkor én is ezt folytatni akarom benne, és anyukám után akarok majd menni. Van ez a Iván Dán, ez az Iván egy szerb név, és ez olyan, mint egy névnap, csak ez ilyen fontosabb, és akkor nyáron ugye nő ez a, nem tudom pontosan, hogy hívják ez a virág, és akkor ebben mindig ilyen koszorút szoktunk fonni, azt ki kell rakni a ajtód elé, vagy oda a házadhoz, és azt mindig jövő év ilyenkor őrizni kell. És amikor jövő év ilyenkor eljön, akkor mindig egyet újra fonunk, és a régi, ami tavalyról megmaradt, azt meg bedobjuk a tűzbe, és akkor elég. A helyi hagyományőrzők törekszenek arra, hogy a kultúrát a fiatalabb generáció is megismerje és tovább örökítse. A budakalászi fiatalok fogékonyak a nemzetiségi tradíciókra, nem csak az ivánnapi szokásokat ismerik. A szerb karácsony az nem úgy működik, mint nálunk a magyar karácsony, hogy várjuk a Jézuskát a fal alatt, hanem szépen leülünk egy családi asztalhoz, az asztal alatt rakunk szénát, és akkor abba hozzák például az ajándékokat, meg ilyen külön ilyen kalács is szokott lenni, ami mindenféle ilyen, hát ilyen modulok vannak, hogy... Kis Jézus, meg könyve, mindenféle. A résztvevők között voltak rutinos koszorúfonók, de sok új látogató is érkezett az eseményre, hogy elsajátítsa a különleges dísz elkészítésének fortéjait. Te hányadik alkalommal vagy itt a koszorúfonáson? Hát én először jöttem ide, és hát anya mondta, hogy jöjjünk le, mert ugye egyébként is jött volna, csak én most itthon voltam, és akkor mondta, hogy így jöjjek le vele. Én már ebbe beleszülettem, mert nekünk még a nagymamám szerencsé volt, mert még akkor élt, és akkor ilyenkor mindig így közösen mentünk virágot szedni mi, és akkor addig az öregek otthon volt, vagyis az nagyszüleim, meg a dédnagyszüleink, ők otthon voltak, és akkor vittük nekik haza a virágot, és akkor ők voltak otthon. Nekem ez már így nem is hagyomány, rutin, vagyis hát, hogy tudom, hogy ezt kell csinálni. Nem ért véget a hagyományőrző programok sorozata. Júliusban további rendezvények várják az érdeklődőket. Most lesz hamarosan ugye a szerbúcsú, kalászi szerbúcsú, ez most 26-án, ez fixen, ez konkrétan a templomnak az ünnepe, a templom védőszentjének az ünnepe, ez mindig erre a napra esik, amióta ez a budakalászi szerb templom áll, úgyhogy ez a következő, illetve van még ilyenkor egy zarándokút, ez most július 16-án lesz Grábocra. Ez ugye Mohács melletti kis település, falucska, nem is tudom, egy gyöngycem, talán így lehet mondani. Úgyhogy ilyenkor tényleg az ország, illetve az ország határ melletti helyekről is nagyon sok szerb zarándokol oda, és ott egy ilyen egész napos. Az is tulajdonképpen a helynek a védőszentje, ugye az az ottani búcsú, ez most 16-án lesz vasárnap. A budakalászi szerb közösség rendezvényeiről részletesen a Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak. Garda Zsuzsa és Benkő Zsolt a magyar blueszenek két megkerülhetetlen alakja. Új videóklipjük Budakalászon forog, majd nézzenek bele önök is. A Garda Benkő duó zenéje és előadásmódja bizonyíték arra, hogy az amerikai gyökerű blueszene a magyaroknál sem teljesen idegen műfaj. Már 10 éve zenél együtt a páros, és most ennek ünnepléseként új lemezük és a Holt Pillangó című dalhoz videóklipjük is készül Budakalászon. A zenei kereteket továbbra is az elmúlt évek sodrás iránya fogja jellemezni, a blues. Az erőszak katalizátoraként emlegetett irányzat hazánkban a mai napig igazi rétegzene, akit azonban egyszer is komolyabban megérint a keserédes dallamvilág, örök hűséget esküszik. Így volt ez Benkő Zsolttal is, aki már 10 évesen elhatározta, hogy gitártudását a blues műfajba szeretnék kiteljesíteni. Amerikában most már egy jó 20-25 éve az alaptanternek a része a blues oktatás, mivel ugye Amerika a legfrissebb földrészként rájött arra, hogy nem tud felmutatni egyedi kultúrát, leszámítva a blues zenét, ami egyértelműen a Leroy Jones Blues népe című könyvéből kiderül, ami egy nagyon jelentős forrás munka volt a pályám során. Ez volt az első tanulmánya fekete zenéről és az afroamerikai emberekről Amerikában, és ebben feketén-fehéren, ott van ugye az a mondat, hogy nem jöhetett volna létre a blues Amerikán kívül.
Tehát tulajdonképpen magyarán, ha az afrikaiakat ott hagyták volna a saját földrészükön, és nem lett volna ez az embertelen rabszolgatartás, akkor ez a dolog nem jön létre. Na most itt Magyarországon ez abban az időben teljesen nem volt egy reális elképzelés, hogy találjak egy mestert, mert egyébként Amerikában is úgy ment, az összes életrajz úgy kezdődik, hogy egyszer láttam ez 32-ben Robert Johnsont, és elhatároztam, hogy én követem őt, és tulajdonképpen mestert választottak az emberek, és a mestertől tanulták el a szakma fogásait. Ez nagyon hasonlatos ahhoz, ahogy a céhek működtek annak idején a középkorban, ezt ugye tanultuk történelemből, és ez így zajlott a zenében is, tehát ez az iskolában megtanulni a dolgokat, ez már valahogy így a nagyon modern kor emberének a, tehát amióta mondjuk marketinget is oktatnak. Ugye, hogy régen nem volt marketing, hanem két ember kapcsolatba lépe, az egyiknek volt egy szándéka, és próbált a másikra rákényszeríteni, hol így, hol úgy. És tulajdonképpen az oktatás is így zajlott, hogy volt egy mester, az csinált valamit, hozzácsapódtak fiatalok, akik akarták ugyanazt csinálni, eltanulták a fogásokat, hozzátették a saját élettapasztalatukat, és ebből keletkezett valami új, és akkor így rakottak a rétegek egymásra, mint a fa évgyűrűje mondjuk, hogyha ilyen nagyon vicces lennék, de ez nem volt vicces. Nem. Lényegében az történt, hogy engem ez a zene megtalált, én ezt nagyon-nagyon szerettem volna csinálni, és hát kétségbeesett köröket futottam, hogy mester találjak, de nem találtam. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem volt, hanem hogy nem találtam. A két dolog nem ugyanaz, mert még ezzel megbántanék olyanokat, akik esetleg már akkor is blues-t játszottak. Nem tudtunk összetalálkozni. És akkor a helyi zeneiskolához fordultam segítségért, és nem kaptam meg. Én nem blues-t kezdtem kapni, hanem másfajta alapvető gitározási ismereteket, ráadásul nagyon rossz kontextusban. Ugye a szocializmusban még lehetett ütni a gyerekeket, lehetett lealázni őket, lehetett üvölteni velük, vagy bármi, és hát tudjuk jó, hogy nem mindenkinek jönnek be ezek a félkatonai módszerek. Sokszor volt olyan dal, amit koncerten hallottam, és egész estig próbáltam fütyülni magamba, hogy mire hazaérek és gitár kerül a kezembe, ne felejtsem el a dallama. Ez annyira így van, hogy emlékszem is a dalra, ez a Creamnek a Sunshine of Your Love-ja volt. De megmaradt úgy. És akkor megmaradt, és nagyon tetszett. Nem tudtam azt se, hogy ki játsza, mi játsza, csak hallottam a Tank Slangstől a Blues Clubba, és akkor mentem haza, és végig a buszon, hogy annyira megmaradjon, hogy le tudjam játszani. Úgyhogy tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes világ volt. Garda Zsuzsa hangjával erősíti a zenekart. Az énekesnő 1995 óta a magyar blues és rockzenei élet állandó szereplője. 2006 óta a Janis Joplin emlékzenekar vezető énekesnője, akikkel idén a Faluházban adtak nagy sikerű koncertet. Vendégművészként, háttérénekesként dolgozott már többek között Demjén Ferenccel, Zalatnai Saroltával, Varga Miklóssal, Charlie-val, Keresztes Ildikóval és Pásztor Annával is. Védjegye az elementáris hang és előadásmód. Zsuzsa, nálad ez hogy volt? Hogyan költözött be a szívedbe a blues? Zsolti által. Abszolút. Igen? Igen. Én előtte nem hallgattam blues-t egyáltalán. Uh-huh. Blues kötöttségű rockzenét énekeltem akkor már vagy 10-15 éve. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, ilyesmiket toltunk. Hát a Janis Joplin emlékzenekar egyik koncertjén volt az ő beugrása, igazából a dzsemelés. És tehát ezek blues kötöttségű zenék. És akkor, amikor elkezdtük csinálni ezt a blues duót, akkor folyamatosan mutatta nekem a zenéket, és akkor elkezdtünk együttműködni, és akkor utána természetesen már én is beleástam magam. De elég sokáig nem fókuszáltam a bluesra. Nagyon tetszett, meg nagyon imádom énekelni, és olyan 3-4 éve, tehát az egy 2 év eltelt, 3 év Zsolti mellett és a blues mellett, amikor úgy valahogy mégis rám talált, meg kellett valahogy érnem nekem ehhez. Tehát már nem voltam az az ugrabugrálós, üvöltözős, leizzatok, berugok rocker csaj. Megnyugodtam, lehiggadtam, idősebb lettem, és akkor így megtalált a blues. Mindenkinek szüksége lenne rá, vagy a bluesra, vagy valami hasonló intim műfajra, amikor bezárkózol a kis szobádba, és elemzed önmagad. Van az embernek egy olyan életpillanat, amikor
végig kell gondolnod, eddig mit csináltam, eddig mi nem sikerült, mi sikerült, stb. Tehát egy önelemzéses korszaka mindenkinek eljön 30-40 éves kor körül, és a blues az ez a, és akkor bezárkózol a kis szobádba, és így végig gondolod, vagy meditálsz, vagy elmész pszichológushoz, vagy beszélgetsz a családoddal, hogy anya, apa, tehát ti ezt hogy csináltátok, hogy éltétek át, hogy éltétek túl, vagy a nagymamával, vagy mit tudom én, fel kell dolgozni az embernek 30-40 éves korától már egyre több halálesetet. Szóval eljön az a pillanat, amikor az ember bluesmenné válik. Mindenki. Az is, aki életében nem hallgatott még bluest, mert bluesmennek lenni nem azt jelenti, hogy te bluest hallgatsz reggeltől estig, hanem hogy egy önelemző korszakba érkeztél. Egyrészt. A blues pedig ez a kis szoba, ahova be tudsz zárkozni. És hogyha valaki, én például, mikor olyan kedvem van, én beteszem Cab Moll lemezeit, ő az egyik számomra az egyik legfantasztikusabb blueszenész. A teljes érzelmi spektrumot felöleli, amit ő csinál, egy szágitárral. És nem csak arról szól, hogy boldogtalanság, mert mindenki azt mondja, hogy a blues az ilyen, Solti szokta mutatni, hogy ilyen izé, tő, ez a... Nézem a cipőmet, és a baromi szomorú vagyok közben. A bluesról azt tartják, lélegzene. Kell hozzá egyfajta érzelmi érettség és hajlandóság önmagunkban való elmélyedésre. Ez mindenkinek máskor történik életében, ezért lehet az, hogy a bluesban örömet, feloldást találnak a legváltozatosabb életkorú és helyzetű emberek. Van olyan ismerősöm, aki 10-20 éves fiatal, és már blues lélek. Már olyan lelke van. Ez lélekkel? Aha, szerint nekem igen, nekem én úgy érzem, igen, a blues az én végtelenül lélegzene. Kell hozzá egy érettség, kell hozzá egy felfogás. És ez nekem, hát majdnem 40 évesen jött el, tehát így elő, nagyon későn érő típus vagyok. Ez az egész arról szól, hogy Willie Dixon mondta annak idején, hogy az összes Amerikában született műfajra értendő, tehát nyilván ne ebből a testpett több ezer éves európai kultúránkból induljunk ki, léteznek ettől fiatalabb kultúrák. Ugye az amerikai földrészen született műfajoknak Willie Dixon azt állította, hogy a gyökere a blues, és minden műfaj abból nőtt ki. A country, a soul, a későbbi rockzene, a progresszív rock, a diszkózene, tehát amit el tudunk képzelni, az mind ebből a gyökérből. Na most az ember, hogyha egy ilyen gyönyörű dunaparti tájon elnézeget, legritkábban a gyökereket keresi. Nézi a szép ágakat, a magasra törő fákat, és gyönyörködünk abba, és ki a fenét érdekel, hogy mi van a föld alatt. Na most ez a blues. És ahhoz kell érettség, hogy az ember egy fát a gyökértől a tetejéig tudjon megítélni, értékelni, és akkor már benne van a gyökér. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azért, hogy ne ennyire rébuszokba beszéljünk, ez annyit jelent, hogy az ember belekapaszkodik valahol ebbe a műfajba, akkor óhatatlanul a nagy híróknak, a nagy kedvenceknek elkezdi keresni, hogy vajon ő kit hallgatott? Miből rakta össze ő ezt, amit ő csinál? És most már nagyon sok dokumentumanyag, nagyon sok olyan anyag fönt van, ami igazi forrásanyag annak, aki kíváncsi. Aki megelégszik azzal, hogy a Slash jól gitározik, annak legyen boldog a Slash. De valakit egy picit is érdekel, hogy a Slash kölyök korában kit hallgatott, és az, akit ő hallgatott, az kit hallgatott, és az, akkor így egy olyan kutató munka révén eljutunk a gyökérig, ahol egy olyan a befogadást hirtelen megértjük az egészet. A bluesban kitüntetett szerepe van a dal mondani valójának is. A duó korábbi állandó szövegírója, Hetesi Péter Pál tragikus hirtelenséggel hunyt el 2012-ben. A zenei életben ismert, a barátai által csak Happy-nek szólított szövegíró írt a Tátrai Bandnek, a Bikininek, Charlie-nak, Hobónak és egy nemrégiben előkerült régi füzet segítségével, míg halála után is megajándékozta új nótákkal a Garda Benkő duót. A Hold Pillangó című dal is az ő szerzeménye, melyhez klippet is forgatnak a hétvégén a budakalászi Dunaparton. A barátságról, az összetartásról, a szeretetről. Ez az a baj, hogy ezt a három szót kimondtam, és annyira sekélyesnek tűnik, mert most már mindenki erről beszél, de sajnos csak beszél. Ezt a szöveget Hetesi Péter Pál barátunktól örököltük, mert hogy ő meghalt sajnos pár évvel ezelőtt. Az első lemezünkre csak ő írt a szöveget.
és a halál után találtunk egy szedett-vedett tépet kis füzetet a cuccai között, és a versei voltak benne, úgyhogy így, mintha odaátról üzent volna, és ezt választottuk, ezt a verset következő lemezünkre, és annyira szépen megfogalmazza, univerzálisan, tehát felhasználva magát az univerzumot is arra, hogy elmondja, hogy mit érez, amikor együtt van a barátaival az ember. Szóval nagyon szép kis nóta lett, és akkor azért ezt választottuk, mert fontosak nekünk ezek a dolgok. Hát azért pont itt lesz, mert egyrészt nagyon szép helyen van, meg szeretjük is ezt a környéket, de hát legfőképpen azért volt adott, mert Zsolti 6 éve már itt játszik minden nyáron az Ebihal büfében, és ő mondta, hogy ez milyen gyönyörű ez a helyszín, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ide szervezem le a videoklip forgatást, úgyhogy ez gyakorlatilag kettőnknek így az ötlete volt, mert ő itt játszik, most is nem sokára lesz itt egy koncertje. 5 órára várjuk ide az Ebihalba az embereket, akkor kezdődik a koncert, és 5-től este 7-ig fog tartani. A Holdpillangó videoklip forgatása szombaton délután 5 órakor kezdődik, különlegessége, hogy a rajongókat és érdeklődőket is várják a zenészek. Aki kíváncsi az esemény részleteire, bővebben a Garda Benkő Duo & Band hivatalos Facebook oldalán tájékozódhat. Színek ünnepén, mint egy hajdamból család, összegyűlünk mind, ha szükségünk lesz rád. Csak szendered, még szól a szerenád. Pillangó a hold, nap szívébe lát. Lila aranylék, narancs meg fehér, kékre bánt a zöld, mikor minden összeér. A lila aranylék, a narancs meg fehér, kékre bánt a zöld, mikor minden.
Ennyi fért a mai kultúrcseppekbe, de tartsanak velünk legközelebb is, jövő hét pénteken friss adással várjuk Önöket. Addig is visszanézhetik korábbi adásainkat a www.vkctv.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!